hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hűlesz-e. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Bonyhád város képviselőtestületének tagjai tették le esküjüket a város önkormányzatának alakuló ülésén. A helyhatósági választás eredményeként az összes egyéni választókerületben a Fidesz-KDNP jelöltje nyert lehetőséget a következő 5 esztendőre. Az alakuló ülés egyik kiemelt pontja volt az alpolgármesterek megválasztása, melyre a polgármester Filóni Ferenc Ibolya tett javaslatot. Ezek alapján a következő 5 évben ismét Égi Csaba és Szabó Tibor tölti be az alpolgármesteri tisztségeket. A képviselőtestület összetétele nagyjából ugyanaz, mint az előző ciklusban volt. Én mégis bízok abban, amit alátámasztanak már a megelőző tárgyalások is. Ez egy kompromisszumosabb, békésebb 5 év elé nézünk, mint amit az előző volt. Az előző 5 év úgy gondolom, hogy elég sikeres volt, legalábbis a választópolgárok szerint, és így szeretném megköszönni azt a bizalmat, amit ebben a választásban is belünk helyeztek. Én úgy gondolom, hogy ugyanolyan munkás 5 év lesz, ugyanolyan munkás, ahogy eddig zajlott. Nem gondolom, hogy túl nagy változás lesz. Mindenkinek sok sikert kívánok a testületben. A képviselőtestület továbbra is 2 bizottsággal működik. A gazdasági bizottságot Kovács Ferenc, míg a humán területért felelős bizottságot Kelsák Tamás irányítja majd. A képviselőtestület alakuló ülésén részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is, aki maga is vezette a testület munkáját. Azt emelte ki, a rendszerváltás után mindig jobboldali városvezetés irányította Bonyhád életét. Az elmúlt 29 évben, tehát a rendszerváltás óta ez az oldal vezeti ezt a várost. Ennek biztos sok oka lehet. Lehet az, hogy történelmi okai vannak, mert jól kialakult közösségek élnek ebben a városban. Aztán az is lehet az oka, biztos, hogy ez az oldal nagyon sokat dolgozott annak érdekében, hogy ez így legyen és így maradjon. És a mostani választások alkalmával is a Fidesz-KDNP jelöltjei, polgármesterasszony is fölényesen nyerték meg ezt a választást. Én úgy gondolom, hogy ez egy óriási felhatalmazás, egy óriási bizalom, amit újra és újra a képviselőtestületeknek, illetve a polgármestereknek meg kell mutatni, vagy bizonyítaniuk kell, hogy megszolgálnak ezért. Én remélem, hogy sikerül a következő 5 évben is közösen úgy dolgozni a városért, a város környékért, az itt élő emberekért, hogy 5 év múlva, 3 év múlva, illetve 5 év múlva is hasonló sikerekről tudjunk beszámolni. A testület döntése értelmében Filóni Ferenc Ibolya képviseli majd a várost a Völgységi Önkormányzatok Társulásában és a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásban is.